Darálás, olvasztás, formábaöntés. Egy igazi műanyag műhely várta az általános iskolásokat Magyarkanizsán a gyermekhét részeként a magyarországi PET-kupa szervezésében. A foglalkozások témája a műanyag újrahasznosítása volt. Az Öt ország egy folyó projekt keretében érkeztünk ide. Ez lényegében egy oktatási és köznevelési program, amit az Európai Unió támogat, és az a célja, hogy megpróbáljunk olyan tiszamenti iskoláknak, társadalmi szervezeteknek a bevonásával, akik természettel, természetvédelemmel foglalkoznak, egy egyedi tanmenettel előállni. Miért van szükség szerintünk egy ilyen tanmenetre? Azért, mert a Tisza szennyezése egy olyan komplex környezeti probléma, amire azt gondoljuk, hogy szemléletformálással és neveléssel lehet a legjobban válaszolni, és ezt jobb a lehető legkisebb kortól elkezdeni. És ennek a programnak az egyik eleme a műanyag műhelynek az öt országban tett turnéja. Mielőtt az online oktatásra átálltunk volna, hogy összecsaptak a környezetünkben és a fejünk fölött a hullámok, az interneten Jasok Dimitri képsorai akadtak rám, amikor a Tisza torkolatáról tett föl drónfelvételeket. Tiszamenti vagyok, a Természetjáró Egyesület egyik alapító tagja, tehát a Tiszához nagyon kötődök. Megfogtak ezek a képek, és utána egy számomra vadidegen ember bejelölt a Facebookon ismerősnek, akiről semmit sem tudtam. Akkor álltunk át távoktatásra, elegem volt a számítógépből, reggel 8-kor odaültem, és délután 4-kor tudtam fölkelni, mire az elsősöknek elmagyaráztam, hogy hogy írjuk mi ottan a nagy I betűt. És nem is válaszoltam neki, még nem egyszer felhívott telefonon. Az előbb látszott, hogy beszélni tud, tehát dőlt belőle a szöveg, és fölkért együttműködésre, mert a PET-kupa egy nemzetközi projektet írt ki, és arra pályázott, amihez a tiszamenti országokból munkatársakat kerestek. És mivel egy kicsit nehézkes volt a közlekedésünk, az iskolában az életünk, így nem az iskola nevezetbe, hanem a Természetjáró Egyesület. A program alatt végigvezették a gyerekeket a folyami hulladék újrahasznosításának útján, bemutatták a PET-kupa munkáját, és a szelektív hulladék kezelésre is megtanították a tanulókat. Ha például van ebédről valami maradék, azt nem dobjuk ki, hanem a házi állatoknak adjuk, a kutyáknak, vagy olyan van akkor a nyuszinknak, és hát a műanyagokat is szoktunk bele virágmagokat tenni, meg ilyeneket, meg a kis dobozkákba is szoktunk sok mindent tenni. Nekem is vannak ilyen gyöngyeim, meg ilyenek, és akkor azokat is szoktam beletenni. A műanyagot lehet újrahasznosítani, és különféle dolgokat lehet belőle csinálni. Miket lehet például a műanyagból készíteni? Lehet madárretetőt, de ha ledaráljuk és megolvasszuk, akkor karabinert, virágcserepet és vonalzót lehet belőle készíteni. Például a gyugurtos ilyen tálokat, ilyen festeni szoktunk belőle, meg a sajtosból is, meg a tejfölösbe is szoktunk rakni ilyen dolgokat.